Köszöntöm a nézőket, egy újabb végrehajtási ügyet szeretnénk feltárni, amit majd, ahogy fogják a nézők is látni, ez szintén a bírósági problémákra utal, és a bírósági jogkörre vonatkozóan való változtatásokra derít fényt, és ez az ügy egy meglehetősen régi ügy, és azért keresett meg minket György, hogy segítséget adjunk neki a nyilvánossággal, mivel már több ingatlanját is elárverezték, elvesztette köztük családi örökségét is, és ennek ellenére a bíróságon nem jutott semmilyen eredményre. Ez azért jellemző, és a ügyek, az ügyekre vonatkozóan nagyon is azt látjuk, hogy a bíróságokon nem nagyon jutnak eredményre a adósok, és folyamatosan a végrehajtókat és a hatalmat támogatják a törvények és a döntéshozók is, és pont ezért akkor kérdezném a továbbiakban Györgyöt, hogy mikor is keletkezett ez az ügy, és mi volt az alapja? Ez ugye egy elég régi ügy, és nem is olyan egyszerű ennek 2000, a sorsa. 2011-12-ben indítottak végrehajtást, abból a szempontból, hogy <kül> Egy négy lakásos sorház építésére vettünk fel hitelt, és ugye családiasan vettük fel a hitelt, 15-15-15 és egy 24 milliós hitellel. Ez és 60 így, millió? 69 millió 69. volt, és ennyire kötöttünk szerződést. A Pocsai és Vidéket takarék Szövetkezettel. Ők voltak Na, a hitelezők. Ők vettek a hitelezők. Na most a törlesztéseket két év alatt, ahogy építettem az ingatlant, mert én voltam a kivitelező is, tehát felépítettem az ingatlant, 2008-ban átadtam használatba vétellel, és a építés folyamata ideje alatt közel 20 millió forintot ugye az alaptól már befizettem kamatosan ennek a hitelintézetnek. Takarék szövetkezetnek. Így van. Na most. Ezt a sorházat közben ugye felépítette? Persze, felépítettem, tehát kész lett, ma is lakják, tehát meg lett a ház. Igaz, hogy a hitelt nem folyósította ki maradéktalanul a takarékszövetkezet, 5 millió forintot nem adott ki, tehát nem teljesítette a szerződést. Ennek ellenére nekem be kellett fejezni. Ha idegenekkel lettem volna szerződésbe, akkor más lett volna a helyzet, de én családtagommal voltam a szerződésbe. Ezért nekem ezt az 5 millió forintot be kellett raknom, hogy át, le át lehessen adni a házat. Tehát így indult a dolog, mikor és közben... Került, mikor kezdődött került közbe a szerződés? És 2013-ig került felmondásra a szerződés, ezt azért mondom így, mert 2013. januárban adtam be a felmondott szerződésre indított végrehajtásra a végrehajtás megszüntetési pert. Ez a per 2018-ig tartott. Közben volt két év szünet, amit szüneteltetett a bíróság. És ugye ez a végrehajtás megszüntetése, ez a végrehajtás, végrehajtás megszüntetésére irányultak ezek mert... a perek, és amit ugye nagyon kifogásul, ugye György, hogy a bíróság annak ellenére, hogy folyamatban volt éveken keresztül ez a végrehajtás megszüntetése, nem függesztette fel a végrehajtás járást. ebből milyen kára származott? Így van, ebből a, ebből a következő történt hogy a nemperes eljárás mivel folyt, ezért a nemperes eljárásba elvitte a két ingatlanomat, kivette a terből és elárverezték az ingatlant. A egyik ing és az az érdekessége, hogy mind a két ingatlant az alperesem szerezte meg. Tehát ez is egy összejátszás volt. Majd akkor maga a takarék vásárolt? Nem a takarék mert közben kezelő. volt öt jó uh -huh. Akkor tehát, valamilyen követeléskezelő tehát vásárolta meg. Az ERB vásárolta meg. Hát a, ő mert volt az a végrehajtás a, a, Az volt az utolsó a Peresi személyen. És mind a két ingatlant ők vásárolták És majd? mind a kettőt ők vásárolták meg az utolsó pillanatban. Tehát úgy, úgy játszott össze a végrehajtó velük, hogy az utolsó pillanatban ők tudták megkapni. És az ingatlanok vételára, vagy az árverési vételára, az mennyire volt összhangba az aktuális ingatlanárakkal? Nem ingatlanára volt reális, mert 22 millióról indult az egyik, végül 13,5-ért vitte el, a másikat pedig, ugye az is 26 milliós volt, és 11 millióért vitte el. Tehát elvileg 24 milliót kapott ebből a két ingatlanból a végrehajtás kérő. Hát akkor jó, sokkal áron alul sikerült. Áron alul sajnos el, el, így van. És, és ugye ha most azt nézem, hogy a mai árfolyamon ez a két ingatlan mit ér, akkor ez 160 milliót ér. A két ez a két, a két. Ugye ha 120 négyzetméteres lakásról van szó, és Debrecenben a is magasak. Vagy ugye Te, említette, hogy az egyik ingatlan nem is az, hogy pénzbeli értéke volt, hanem annak, ugye az egy öröklés, öröklött lakás annak, volt? Annak a szívásváradi ingatlannak ugye... Ennek ez melyik értéke volt? A családi értéke van, ugye, és a... Mint az előbb már ugye fejtegettem, feleségem meghalt, és ott két gyerek maradt. És ez az ingatlan. Elérzékenyülök. Ez a két gyerekem éve volt. Elvitték. Ez fáj a legjobban. Mert amit építettem, az olyan volt, hogy felépítettem, ha nem lettem, inkább kész. De ez nagyon fájt. És ugye hát nem tudtunk mit tenni, mert ugye, bárhova fordultunk, bármilyen fórumhoz mentünk, bárhol adtuk be a keresetünket, dr. Petkó Mihály volt az ügyvéden, tehát az is most is, és bárhova adtunk be bármit, ő nagyon tisztában volt a dologgal, és ő is ugye csak annyit tudott mondani, hogy hát ilyen a bíróság. Tehát ez van. Tehát egy ügyvéd is meghatározta azt, hogy hát mi történik most. Lényegében az igazságszolgáltatástól igazság, várták volna a megoldást. A és megoldást, és nem kaptam náluk, megoldást nem az igazságszolgáltatástól. Meg. Nem kaptam. Korrupt a bíróság. Összefonódás van. A rendőrség, tehát ugye ennek van története még, mert ugye azzal, hogy ellopott tőlünk a bocsai és vidéke közel 13 millió forintot, ezt mi rendőrségre vittük, tehát a rendőrségre beadtuk a. Azt mit ért az alatt, hogy ellopta? Tehát a következő, ez úgy történt, hogy 4,5 millió forintot a befizetési bizonylatom alapján nem számoltak el a hittörlöztésre, hanem eltették. Hát ennek a története egy kicsit bonyolultabb, mert ugye amikor másoltuk az Európai Bíróságnak az anyagot 2015-ben, a fiammal itt volt, és ugye a szerződéseket másolta, és odaadtam neki ezt az iratot, amit megtaláltam. Ezt a pénztárbevételi bevételi iratot, és azt mondtam neki, ez nagyon fontos, mondom, másold már le. Félredette és eltűnt. Innentől kezdve nem tudtam becsatolni a bíróságra. A bírónak csak annyit mondtam, hogy a januártól decemberig összes pénztár bizonyatot csatolja már be, kérje be a alperestől. De nem kérte le. Ott, ott lett volna. És innentől kezdve éreztem azt, hogy ez a bíró együtt van az alperessel, összejátszanak, és minket e, e, perifériára tesz. Ugye e, minden jogi lehetőséget itthon megpróbálták, voltak járásbíróságon, törvényszéken, ha minden ugye elmondása napján, ugye még a kórián is Ügyészség, járásügyészség, megyei ügyészség, fővárosi ügyészség, és minden visszajött. És semmiben nem történt semmi. Ma ugye így, hogy már minden jogi fórumot megpróbáltak itthon, ugye ö, többször is, sőt már 2015-ben is az Európai Bírósághoz is fordultak, sőt most is, ugye az Európai Ide. Bíróság. Erről mit lehet tudni? Milyen eredményre számítanak? Hát én csak azt tudom, hogy talán van egy olyan ember az Európai Bíróságon, aki átlátja ennek a pénzügyi rendszerét, és látja azt, hogy egy ilyen, kifizetett, mert kifizettem egy millióval, túlfizettem én ezt a hitelt, és ebből, ennek ellenére elvitték a két ingatlanomat, most meg még megterheltek 20 meg 40 millióval. Akkor olyan Tehát, most is van tartozása? Hát most engem leterhelt 20 millióval, a bankszámában már ott van lefogásba. Inkaszó. És, inkaszóba. És, és ugyanígy a gyerekeim anyjáik meg 40 millióra terhelte le. A kérdésem az most ebbe, hogy egyszer Egyetemleges a teher. Hogy lehet az, hogy valakinek 19 millió, a másiknak 40 millió? Holott az enyémet a bíróság megváltoztatta, mert először nekem is 40 millió volt. És leszökkentette 19-szer. Tehát olyan variációk vannak a bíróságon belül, amit ne, követni se lehet. Ezért gondolom azt, hogy ez a bíróság ez vezetett. Meg van vezetve. A bíró is nem független és korrupt a rendszer. Hát lényegében akkor úgy érzi, hogy valamilyen háttér vagy egy irányítás alatt állnak a jelenlegi bírók, vagy legalábbis azok, amelyek az ügyében eljártak? Én így hiszem. Én így hiszem, mert olyan nincs, hogy valaki akár a törvényszéki testületbe ül, vagy egy külön bíró. Egyébként itt megjegyzem, hogy az elsőfokú tárgyaláson levő bíró, az nekünk megítélte a megszüntetést. Csak ugye, kitalálta, hát nem kitalálta, megkereste a, a végrehajtói papírokat a, a, végrehajtás kérő, és úgy gondolta, hogy az az irat, amelyik egy végrehajtói elszámolás, az pontosan jogos arra, hogy megszakítsa az elévülést. Holott az csak a végrehajtói elszámolás, aznak semmi köze már a végrehajtói kérőhöz. És mégis a bíróság ezt úgy fogalmazta, hogy végül is elodázta. És innentől kezdve lett a dolog olyanná, hogy nem szűnt meg az öt év. Holott 2016-tól megszűnt az öt év, mert közben az, hogy jogutód lett az intrum, mert ugye az ERV átadta az intrumnak a követelést. És hogy jogutód lett az intrum, ez csak november vagy decemberben lett jogerős. Addig nem lett jogerős. Addig ő nem volt jogutód. De azt mondja a bíróság, hogy amikor beadta, az már jogutódlás megszakítása volt. Így fogalmazott. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy valaki még nem jogutód, és már jogosult arra, amire kell mit szeretne az ügyben elérni, mert ugye egyrészt itt már minden jogi lehetőséget megpróbált ugye végigjárni, jogi képviselővel ráadásul, hogy már nagyjából nincs is semmilyen lehetősége, és mit gondol -e erről az egész eljárásról? Mi a célja? Hát a célom az, hogy visszakapjam az ingatlanom értékét, meg megszűnjön a végrehajtás. Ez a cél. És ezért mindent el fogok követni. Tehát ezért is kerestem meg a mi hazánk mozgalmát, mert úgy érzem, hogy ugyanabban a cipőben járok, mint ők, hogy ugyanúgy a kormány elleni ellenzéki oldalon állnak, mert a kormány az korrupt, ma fél kormány van, és irányított a rendszer. És itt egy egyéni ember, egy személyi fecske nem tud nyarat csinálni, mert elsöprik. És sajnos ebben én beleestem. Ebben a mafia hálózatban beleestem, ami ugye ma is megy a tévéműsorokba, Völner ügybe, stb. Tehát a, a, a végrehajtói maffia dolgozott, és én ebbe beleestem. És mindegy, mit tettem? Ennek a égisze alatt mi elvéreztünk, és sajnálatos módon a családom tönkrement, a, a, anyagi helyzetünk tönkrement, és kínlódunk. Ez a valóság, kínlódunk. Hát az egész család szenved, gondolom, ettől hát, hogy egész 17, 16 éve megy ez az ügy. Kaptam olyan tortát a családomtól, hogy rá volt írva, bíróság. Mert éjjel felkeltem. És írtam. Írtam a válaszokat, meg a... Akkor folyamatosan támogatta és, a családja. És közben kivett a szakmai gyakorlat. Tehát a szakmámból kivett, mert ezzel kellett foglalkoznom. Tehát én majdnem azt mondom, hogy ö, ugye a nagyfiam az kint van az Vegasban, elmondhatom. És azt mondja, hogy Amerikában ilyen is járnak átélítés. Itt Magyarországon ilyen nincs. Itt mindent elsöpör a kormány, mindent beszebel a kormány. És nem törődik az ilyen esetekkel. Hát az elmondásomnak a lényege, ez volt végeredményben, és én kérem a mi hazánk mozgalmát, hogy valahol a nyilvánosság előtt is felvállalva, segítsen nekem abban, hogy ez megoldásra kerüljön. Hát most pont ezt csináljuk éppen, hogy ez mindenféleképpen. Reméljük, hogy fog segíteni, vagy hozzátesz valamilyen szinten a ügyhöz, hogy előrébb haladjon és végre nyugodalma legyen a családjának, illetve önnek is. Mert, Köszönöm szépen. Ahogy elmondta, elég nagy a család is, unokák, mindenki is. Hát igen, pont és nem magamért küzdök. Hát gondolom értünk. 78 Már Mással kéne foglalkoznom. És ez van. Hát reméljük, hogy fog tudni mással foglalkozni. Mi azon leszünk, hogy segítsünk. Köszönöm szépen. Hát reméljük, hogy Györgynek az ügye is uh, mielőbb uh, megoldásra lel, hogy a Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy végre nem igazságot kellene, hanem végre igazságot kellene szolgáltatni a magyar jogrendszerben. Ez hatalmas problémát jelent egyébként a visszajelzések szerint is, hogy az adósoknak, de nem csak az adósokról tudok itt beszélni, hanem mindenki, mindenkiről, aki akár bíróság elé kerül, hogy nagyon nehéz az igazságot végérvényesen megnyerni, és a félnek pereket nyerni és pontosan ezért is kell és követeli a mi hazánk mozgalom, hogy nem ilyen bíróságokra van szükség, hanem olyan bírókra, bírákra, akik igenis felelősségre vonhatóak a döntéseikért, tetteikért, mert a jelenlegi jogszabályok értelmében nem vonhatók felelősségre, és ez nagyon nagy hiányosságot jelent, ráadásul olyan ügyekre is ráhatása lehet, például a különféle korrupciós vagy bármilyen háttérhatalom által generált törekvéseket is ugye így véghez tudják vinni, hogy befolyásolják a bírói döntéseket akár, így mielőbb felelősségre vonható bírókat kell Magyarországon is létrehozni, és módosítani kell ezt a jogszabályunkat, illetve ezt a kártalanítási alapot szeretnénk a a Mi Hazánk Mozgóna vezélt határozott javaslatot is nyújtott be, hogy a végrehajtó maffia áldozatainak megsegítése érdekében egy kártalanítási alapot hívnánk életre, amiből mindenféleképpen ugye a bankok, az oligarcháknak, illetve a multinacionális cégeknek is be kellene fizetni, hogy az ilyen károsultakat mielőbb tudják ugye kártalanítani és a hiányosságaikat megfizetni.